Alföldi Róbert színészként és rendezőként is nagyon közel áll hozzám, mondhatom azt, hogy imádom. Színészként a szerepeknek olyan nagy skáláját tudja eljátszani, de nagyon nagy a fesztávolság, mondjuk a igenis miniszterelnök úr, vagy a bányavakság között. Két nagyon emlékezetes alakítása van számomra. Ugye azt szokták mondani, a Töröcsik Maris azt mondta, hogy egy színész életében van 5-6 jó pillanat. Na az én számomra, mint néző számára, az egyik emlékezetes az Amadeusnak a befejező mozzanata, amikor Darvas Iván a négykezest játszott. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Tudom, hogy közhely, de így van. A másik pedig a Serbán rendezte Angyalok Amerikában. Amikor odaállt a színpad szélére, abba piros ruhába, és meg se szólalt, de tényleg olyan volt, mint a verszibárdokban, hogy szó bennakadt, hang, szó megszakadt, hang bennakadt, lehelet megszegik. Szóval olyan vonzereje volt, olyan személyes aurája, hogy az tényleg a retinámba égett. Egyszerűen fantasztikus volt. Rendezőként három dolgot nagyon szeretek benne, egyrészt a humorát. Van egy darabja, amit az Átriumban rendezett, a Macbeth nem Shakespeare, és ott nem csak a királynak van narancssárga koronája, hanem a szereplők egy része is narancssárga talpú cipőbe játszik. A humorára még a varázsfuvolát mondanám, amikor a népszerű opera slágerből kiszól a szélpár Szilveszter, és azt mondja, hogy ez sláger, vagy a kezdő jelenetben a slag. Nagyon sokat köszönhetek neki, mint opera rendezőnek. Én általa szerettem meg a kortárs operát. Annyi jó felfedezést tett, és szerintem sok más ember is szereti az ő opera rendezéseit. Az Ármelnek, ugye tudjuk, ő a legnépszerűbb rendezője. Ezekben a rendezésekben én különösen szerettem, hogy nagyon sokban kifejezetten puritán volt. Gondolok itt az Emelányra, meg a Szálemi boszorkányokra, vagy az Ötvös Péter operába, ahol fekete háttér van, és nem engedi elmozdulni a szemedet a szereplőkről. Egyébként is ugye ő azt mondja, hogy a színészi játék legalább olyan fontos az operában, mint az énekhang. És végül olyan dolgokról változott meg a véleményem, amiket én teljesen egyértelműnek gondoltam, például a második Edvárd, vagy a Lír király, vagy a teljesen mindenki által ismert István a király megnézése után olyan kérdések vetődtek föl bennem, illetve olyan kérdéseket tett föl, hogy megváltozott a véleményem, hogy a hatalmat hogy kell megszerezni, hogy lehet megtartani, és hogy veszítjük el. Tehát nem azt akarja, hogy én úgy gondolkozzak, mint ő, hanem olyan kérdéseket tesz föl, amit az embert nem hagyják nyugodni. Szóval imádom.